Már új helyen rendelnek az új hatvani házi orvosok. Összekészítették a Bajcsi-Zsilinszky úti rendelőjükből a legfontosabb eszközöket, majd az önkormányzat segítségével átköltöztek a Daliba. Itt, ebben a rendelőben fogadja a betegeket dr. Jakab Lajos. Tábla mutatja, hogy kihez hol lehet várakozni. Ez pedig már dr. Déri Károly rendelője. Az asztalok és a többi vizsgálóeszköz már a helyén vannak, a megszokottak szerint zajlik a rendelés. A Daliban rendelő orvosok elérhetőségei nem változtak, ugyanazokon a vezetékes telefonszámokon érhetőek el, emellett a rendelési idő is a régi maradt. Dr. Kerekes Ildikó és dr. Éger Andrea rendelése azonban nem a Dali épületébe került át. Ők a vasútállomás épületében folytatják a felújítás ideje alatt a rendeléseket. A betegek számára nem ismeretlen a hely, hiszen régebben itt rendelt dr. Kerekes Ildikó. A 10-es körzetünk a Boldogi út 3-ra költözött, vissza a vasútállomás épületébe, úgyhogy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy régi betegeinknek nem ismeretlen sem a helyszín, sem az épület. Rendelési időnk változatlan, tehát hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 8-tól 12-ig várjuk betegeinket, kedden 1-től 5-ig. És szeretnénk ezúton is megkérni kedves betegeinket, hogy telefonos előjegyzés alapján, hogyha előre időpontot foglalnak, akkor elkerülhetjük a torlódást, várakozást. Felhívják rá a figyelmet, hogy az ő esetükben történt változás. A korábbi telefonszám helyett már a 0637 341 737-es számon érhetőek el. Habár az enyhítések következtében lazultak a járványügyi szabályok, azonban az egészségügyi intézményekben, így a házi orvosi rendelések során is kötelező a maszk használata, így kérik, abban érkezzenek a betegek.